LZ utánpótlás mérkőzés. A Millwall meccs közelettével az ifi csapatok mérték összetudásukat. Jó volt látni, hogy Fred és Bill a gyerekek kedvéért tűzszünetet kötnek. Micsoda véletlen, mi? A srácaink éppen a kupa mérkőzésünk előtt csapnak össze. Lehet, hogy most az a mérkőzés nem lesz olyan ciki. Azt hiszitek, a dzsungelben laktok, mi? Na tisztázzunk valamit. A történelmi tények szerint legutóbb végigkergettünk titeket egész Londonon. Te 100 métert sem bírsz futni. Nem is kell futnom, baszd. Ne ilyen piskodj, Bill, rosszul áll neked. Ez betűz te fasz. T-E-F-A-S, te fasz. Nem az, a jampiskodásra gondoltam. Majd meglátjuk, ki jampiskodik lent a forró délen, te zokni szájú hájpacni. Húha, csak ne személyeskedjünk, mi a bajod? Hogy 5 percunkba ki kell nyitod a kebab falatozót? Vagy az, hogy fehér embertől veszed a cuccot? Mi a fasznak üzletelsz egy törökkel, ha egyszer állítólag jobboldali vagy? A te agyad zavartabb, mint Scooby-Doo-é. Te leszel zavart, ha betöröm a fejedet. Megvárjuk a meccs végét, vagy álljunk neki most azonnal? Ne kezdj ki az erősebbel, te húgyagyú. Te meg ne üsd a feleségedet, te faszverő János. Mit mondtál, te rohadt köcsög? Hallottad, passz meg, te rohadt rejsz, Jancsi. Bocsos, köcsög! Megetetem veled a beleidet! Kicsirállak! Megdöglesz, basz! Megdöglesz, basz! A bácsik nem felnőttek, gyerünk! Köcsög! Szállj le rólam, te mocsok! Hülye köcsög!